videó témája egy újabb magyar legenda, a tokai aszú, melyet különleges édessége és komplex ízvilága miatt méltán neveznek a borok királyának és a királyok borának is. Magyarország egyik legismertebb és legelismertebb borának története a 17. század közepére nyúlik vissza, amikor is a legendák szerint Lórántffy Zsuzsannának, Rákóczi György fejedelem feleségének udvari lelkésze, a szőlészettel és borászattal is foglalkozó Szepsi Lackó Máté elhalasztotta a szüretet a török invázió miatt. Amikor végül sor került a szüretre, a szőlőszemek már aszusodott, botritiszes állapotban voltak. A botritis cinerea egy nemes penészgomba, melynek kedvez a Tisza és Bodrog folyók felől felszálló késő őszi pára. Szepsi Lackó Máté jegyezte fel elsőként a tokai aszú előállításának módszerét. A technológia összetett folyamat, amely magában foglalja a nyírkos őszi körülmények és a megfelelő páratartalom kivárását, minden egyes botritiszes szőlőszem ideális állapotban történő kézileszedését, erjedő mustban vagy újborban történő áztatását, az extrém magas cukortartalommal rendelkező eszencia kinyerését és a végső palackozás előtti hosszú érlelését fahordokban, amikor is a bor levegővel érintkezik, ami oxidálja a benne lévő savakat. Az aszú fogyasztása több évtizednyi tárolás után is élmény. Sőt, felbontva is sokáig, akár másfél hónapig is megőrzi minőségét. Tokai aszút többféle szőlőfajtából készítenek. Lehet ez furmint, házslevelű, sárga muskotáj, vagy ezek küvéje. A bor megörökli a szőlő gyümölcsös ízét, ezért a tokai aszúban felfedezhetsz sárga barackos, narancsos ízeket, de még diót is. Színét a felhasznált aszusszemek mennyisége és a bor kora befolyásolja, és a világos sárgától egészen az aranyig terjedhet. Az aszú minőségét a puttonyszám határozza meg. Ez azt jelenti, hogy hány puttony, vagyis 25 kilónyi többet aszúszemet tartalmazó mennyiség kerül egy gönci hordó mustba. A gönci hordó a borászatban használt hagyományos magyar mértékegység, melynek tartalma 136 liter. Minél magasabb a puttonyszám, annál magasabb minőséggel és nagyobb édességgel rendelkezik a bor. Az aszút általában desszertekhez, vagy desszert helyett kínálják az étkezés lezárásához. Tipikus párosítás a libamáj tokai aszúval. A libamáj édeskés ízű és rendkívül magas zsírtartalmú. Ezt a zsírtartalmat ellensúlyozza az aszú magas savtartalma. A libamáj pástétom pirítóssal és tokai aszúval mennyei kombináció. A tokai aszút továbbá társíthatjuk gyümölcsös, de nem pirosbogyós húsételekhez is. Az aszú készítését, tárolását és forgalmazását szigorú szabályok rögzítik.
A bortörvény szerint tokai asszóként csak olyan ital hozható forgalomba, amit tokai borpincében legalább 2 évig érleltek. A minimum 1 évnyi fahordós érlelés is követelmény. A tokai asszú sikere példaértékű a borászat világában, és inspirációt nyújt más borvidékeknek is, hogy saját, egyedi borok elkészítésével álljanak elő. A bor egyedi karaktere és a termelési folyamatok hagyománya a világ minden tájáról vonzza a bor szerelmeseit és a szakértőket. . 2017 óta minden év december 10-én világszerte ünneplik az asszót az Asszó Day keretében. A tokai asszó nem csupán egy bor, hanem egy bor kultúra része, amely összeköti a múltat a jövővel, és egyike azon kevés számú hungarikumoknak, amelyek kiemelkedő magyar értékeket képviselnek.